Tervezőgrafika második évfolyamáról jöttem, ez az első munkánk. Azt még előtt el kell mondanom, hogy előtt, hogy ez az egész bemutató összesen 180 diából állt. Aztán mondták, hogy csak 10 perc lehet, úgyhogy lerövidítettem 80-ra, és most 40 oldalból áll, úgyhogy lehet, hogy egy héttel később lett volna, mert nem is maradt volna benne anyag. De ez az első anyag, ez a kreatív vizuális stúdiumokra készült. Itt az volt a feladat, hogy mindenki egy saját maga számára sokkoló képet kellett, hogy létrehozzon, és nem olyan sokkoló képet, mint a különböző médiumokban van, hogy véresfejű ember, meg hasonlók, hanem mindenki a saját szubjektív képét kellett, hogy létrehozza, és én ezt választottam, mert ha nekem valaki ilyen üzenetet küld, attól mindig nagyon megérdekes. A másik, ami ilyen, az a találkoznunk kell. Ez a másik, ez szintén kreatív vizuálisra készült, ez térátalakítás, itt az a feladatot kaptuk, hogy egy térillúziót kell létrehozni. Ha most ezt így megnézzük, akkor olyan, mintha az épületnek, vagyis a szobának a részei, a falai szétfele dőlnének, de ez csak azért van, mert fekete háttér mögött van elhelyezve, fekete csíkok vannak ráfestve az oldalára, és ezért tűnik úgy, mintha szétfele dőlne. A következő, ez szintén kreatív vizuálisra készült, ez ember átalakítás, itt azt a feladatot kaptuk, hogy egy szemét kellett kiválasztani, ő édesapám, egy szemét kellett kiválasztani, és őt olyan környezetbe helyezni, amilyen környezetben általában van, és olyan ruhákba vagy olyan tárgyakba felöltöztetni, ami jellemző rá. És mivel ő operatőr és nagyon sokat van a stúdióban, ezért választottam a zöld hátteret, és teleraktam kamerákkal a hátát, mert ha megnézzük a következő képet, akkor Sisyphosszal kötöttem őt össze, hogy szinte olyan munkája, mint neki, hogy folyamatosan csak dolgoznia kell, és teljesen mindegy, mit csinál, mindig lesznek újabb és újabb hírek. Ez szintén az ember átalakításra készült feladat, az a feladatnak a tovább gondolása volt. Itt arra gondoltam, hogy mennyire jó lenne az, ha reggelente mindenki kedve szerint alakíthatná az arcát, attól függetlenül, hogy, vagyis a tükörképet, attól függetlenül, hogy a többi ember ezt látná előtte. Ez a másik, szintén az ember átalakítás feladat. Itt a fő alapgondolat az volt, hogy olvastam valahol, hogy ha valakit megszeretünk, mindegy, hogy barátként, vagy szeretőként, vagy akármiként, akkor nem is a másik embert szeretjük, hanem csak a saját képünket rávetítjük a másikra, és azt szeretjük. Tehát végül is saját magunkat szeretjük. És ezt a képet úgy készítettem, hogy megrajzoltam egy ilyen sematikus embert, azért ilyet, mert elvégre ez bárki lett, tehát bárkire bele tudom saját magamat vetíteni, és ebbe a képbe kivetítővel rá vetítettem a saját képmásomat, és azért vannak benne alufólia darabkák, mert akármennyire is próbáljuk, mindig lesz olyan rész a másik emberben, ahova nem lehet saját magamat belevetíteni. Ez a másik feladat, ez szintén kreatív vizuálisra készült, ez az időnek, kétfajta időnek, a gyors és a lassú időnek az összekomponálása, vagy az összehozása volt. Itt arra gondoltam, hogy az mennyire érdekes lett volna akkor, hogyha régen, mikor még papír alapú levelet írtak az emberek, úgy írkáltak, és eltelt mondjuk 5-6 nap, mire két levélváltás megtörtént, hogy ez mennyire érdekes lenne, hogy ha abban a régi korban ilyen modern üzeneteket írkáltak volna, mint hogy lol, és hogy eltelik 5 nap, és visszakap a másik illető, aki feladta annyit, hogy XD, és akkor így ez ennyi lett volna már akkor is a kommunikáció, mint most. Ez a másik, ez csomagolás tervezésre készült. Itt a fő feladat az volt, hogy egy joghurtot kellett létrehozni, és azért nem joghurt, hanem joghag, mivel ha megnézzük a képeket, akkor úgy tűnik, mintha a joghurt megölelni, aki megveszi azt is, meg egymást is át tudják karolni, össze is tudnak kapaszkodni, és az is a feladatunk volt, hogy olyat létrehozni, hogy ha a fogyasztó hárman szeretne egyszerre megvenni, azt is, annak a csomagolását is ki kellett találni, és akkor ez lett az, hogy így pedig három kapaszkodik össze. Ez grafikai műhelyre készült, ez linómetszettel készült, filmplakát. Itt a Billy Elliot filmet választottam. Itt a film maga arról szól, hogy egy kisfiú mindenáron balettáncos akar lenni, de az apukája nem engedi, hogy balettáncos legyen, és nagyon-nagyon hosszú
vitára, végül balettáncos lesz a fiú, és a Hattyúk Tavának a záró jelenetét ő fogja eltáncolni, és azért választottam azt, hogy a lábon nem szoknya, hanem tütű, vagy nem, vagyis nem tütű, hanem bajusz van. Ez ugyanaz, csak fehér háttérrel, ez pedig egy másik filmplakát, ez az October Sky, vagy az October Jégbolt filmhez készült plakát. Itt arról szól a történet, hogy a srác mindenáron űrhajós akar lenni, de az apja pedig azt akarja, hogy bányász legyen. Ez úgy készült, hogy egy papírt bekentem ragasztóval, és rászórtam szénport, és ahol a rakéta fennmaradt, ott pedig nem volt ragasztós a papír. És szegény szkennere mai napig áldja ezt a napot, vagy nagyon-nagyon mérges érte, hogy ezt leszkenneltem, ezt a fél centi vastag szenes papírt vele. Ez a következő, ez a 3-4-en című versnek az illusztrálása, Hideg tűvel történt. Itt elolvassuk a verset, arról szól, hogy mennyire magányosak az emberek, és milyen óriási nagy végtelen űr vesz körül minket, és ezért lett így az illusztráció, hogy itt látható. Ez pedig részkarc. Ez pedig grafikai tervezésre készült feladat. A Nemzetközi Fodrász Napnak a plakátját kellett kitalálni. Itt arra gondoltam, hogy annyira ünnepelnek a fodrászok, hogy ami a kezük ügyébe kerül, azt mindent elvágnak, tehát a ragasztót is, a szikét is, és erre készült fekvő verzió is. Ez pedig kiadványt kellett készíteni az Edit Táncfesztiválra. Ez egy különösebben nagy vezérgondolat nem volt mögötte, csak a szöveget kellett behelyezni a megadott oldalakra, a megadott képekkel, és ez így készült el. Ez pedig a hátoldal. A következő, ez szintén grafikai tervezésre készült. Itt azt a feladatot kaptuk, hogy egy voodoo babát kellett létrehozni, lehetett pozitívat is és negatívat is. És én itt egy parfümös üveget választottam, mert tárgyat is létre lehetett hozni. Egy parfümös üveget választottam, és azért azt választottam, mert ezt egy nagyon kedves ismerősömmel vettük, és akármikor arra ránézek, mindig jut eszembe. És akkor itt ott látható az üveg, és azokat a kis emberkéket pedig én rajzoltam hozzá, és akkor így vannak oldalpáronként. Egy szöveget is kellett hozzáírni, hogy miért ez az én voodoo babám, vagy a voodoo eszközöm, amit itt bemutatok. És akkor itt különbözőképpen megjelenik az üveg. Mindenféle formában. És itt a vég kifejlett, hogy ezért az én voodoo babám. És itt a hátoldal, és itt a vége, és még megmutatom a filmeket, ami körülbelül 30 másodperc, mind a 2-3, tehát azt remélem, még belefér az időbe. Itt azt a feladatot kaptuk, hogy a videóklipet kellett átértelmezni. Én itt a Enjoy the Silence-nek a videóklipjét értelmeztem újra, vagy értelmeztem át, és itt ez volt a film. És van még itt egy másik film, ez pedig loop feladat, itt loopot kellett létrehozni, ez is igencsak rövid, vagyis mindegy, tehát attól függetlenül. Ez pedig loop, tehát ez itt ennyi történik, hogy... És ezt így a végtelenségig nézhetnénk most. Itt van végig talán. Ennyi, a többi az. Igen, mutatom mindent. Köszönöm.